A műsor támogatója a TAR Kft. Köszöntöm kedves nézőinket! Kalocsán jártak a Nébih ellenőrei. A szakemberek a Kalocsa Menza Kft. Által üzemeltetett dózsakonyhát vizsgálták át. A nyersanyagok beszerzésén keresztül egészen a személyzet munkába állását kísérték figyelemmel, melynek eredményeként kiderült, hogy a helyi konyha átlagosan teljesített. Legutóbb a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal munkatársai érkeztek ellenőrzésre a Kalocsa Menza Kft. Dózsakonyhájára, hiszen ősszel indult el a minőségvezérelt közétkeztetési programja. Ennek az volt a célja, hogy munkatársai olyan konyhákat ellenőrizzenek, ahol 300 adagnál többet főznek. Így került sor a kalocsai konyhára is az év végén. Nem volt egy egyszerű feladat, bejelentkezés nélkül érkeztek természetesen Budapestről, tehát teljesen ismeretlen minősítő auditor jött hozzánk ellenőrizni. Reggel 00:30-tól 00:30-ig tartott az ellenőrzés, teljes körű, 150-es cseklista alapján ellenőriztek, tehát gyakorlatilag a személyzet munkába állásától az elhelyezéséig, az ételkészítéséig, a beszerzéstől tehát a dokumentációkon keresztül a tányérra kerülésig ellenőrizték az ételnek az útját. Mit állapítottak meg, milyen eredményeket kaptak, illetve itt a dózsakonyhán kívül még hol voltak? Igen, érdemes beszélni a másik ellenőrzésről, ami január 20-án történt a bölcsödébe, szintén hasonló formátumban. Ezen sajnos én más elfoglaltságom miatt nem tudtam részt venni, de egy megbízott munkatársam töltötte ott a fél munkanapját az ellenőrrel együtt, és hasonló szigorúsággal ellenőrizték azt a falatnyi kis főzőkonyhánkat is, ami a bölcsödébe van, és nem vagyok rá büszke, de ugyanakkor a helyzethez, tehát amilyen helyzetben van a Menza Kft., megfelelőnek értékelem azt a 76%-os pontértéket, amit kaptunk, és ez egy háromnegyednek felel meg az osztályzás alapján. Részletesen lehet kérdezni, mit néztek, tisztaság, nyersanyagok, feldolgozás? Érdemes róla beszélni, mert esetleg akik más konyháknak az élelmezés vezetői, hogyha hallgatják ezt az interjút, akkor példát vehetnek róla, hogy minek lesznek ők is kitéve, hiszen nem marad ki belőle senki se. Az előbb említettem, hogy 700 főzőkonyhát ellenőriztek. Ebbe a bölcsöde kivétel volt a kis adag számával, de valójában ez egy majdnem, hogy azt mondom, hogy egy pesti kitűzött cél alapján lejönnek, és a váratlanság az a lényege. Na most ez a minősítés, ez azért nagyon fontos, mert ez egy rendeletet készít elő, ezek az ellenőrzés sorozatok egy rendelettervezetnek a megerősítését szolgálják, és az a célja a Nébihnek, hogy ha ezt végig tudják vinni, és a rendelet formájában kijön ez a minősítés, akkor a közétkeztető konyháknak kötelező lesz minősítetni magukat. Kötelező lesz az összes feltárt hibákat határidőn belül kiküszöbölni, és azért fontos, hogy mi ebbe beleestünk, és akkor nagyon rossz érzés volt, ezt elmondom, és nagyon fárasztó, és egy kicsit csalódottságot is okozott az eredmény. Viszont mi már annyira előnyben vagyunk, hogy mi pontosan tudjuk azt, hogy miknek kell megfelelni, és ezeket a hibákat, ha kijavítjuk, akkor esélyünk van arra, hogy akár egy osztályzattal többet tudjunk elérni a kontrollvizsgálatoknál, amik rövidesen szintén bekövetkeznek. Hogy mire terjed ki? Hát először is az engedélyjelzési papírjaink, a teljes dokumentáció. A dolgozók esetében a dolgozó helyes magatartására utaló megjelenési forma, hogy hogy áll munkába, hogy az egészségügyi könyven álló van-e, hogy lakozza a körmét. Ezeket olyanokat említek meg, amelyek mind hibapontként jelentkeztek, hiszen annak ellenére, hogy a dolgozók rendesen, tisztességesen ki vannak HACCP szempontból oktatva a Menza Kft-n belül, ennek ellenére sajnos komoly pontokat veszítettünk azáltal, hogy kilóg a nyaklánca a blúz alól, hogy igen, ha nem vesszük észre, akkor gyűrűt hordanak, karlácot hordanak, karórát hordanak és lakozzák a körmüket, és ez mind tilos az élelmiszer előállításba.
De ha lejár az egészségügyi könyv, akár egy nappal, ugye az sem érvényes. Hogyha nincs nálunk az egészségügyi könyv a munkahelyen, az sem. Ha nem hord hajhálót ételkészítés közben, vagy valami olyat, ami teljes mértékig védi a haját, ez is. Tehát nagyon-nagyon összetett volt. Volt, a többségében megfeleltünk, de sajnos hibapontokat veszítettünk ezáltal. Azután például a bölcsöde esetében érdemes megelíteni, hogy a bölcsödében csak főzőkonyha működik, oda konkrétan szállítók által áruszállítás nem történik, hanem a kettes, vagyis hármas telephelyünkön a Jókai úti főzőkonyháról napi vételezéssel az anyagkiszabat alapján látjuk el nyersanyaggal a bölcsödét, csak annyit szállítunk ki, amit arra a napra fel kell használni, és a helyszínen nem voltak ott a szállítólevelek. Viszont a Jókai konyhán a rendelkezésre áll a teljes dokumentáció, tehát a nyomon követhetőség a mi értelmezésünkben biztosított volt, de a hatóság szempontjából mindenhol fénymásolatnak egy papír özönnel fogjuk elárasztani ezentúl a bölcsödét, hiszen azóta folyamatosan küldjük el a fél deka borssal is, vagy a 10 deka zöld borsóval is, ki kell az előző szállítólevelet, amin érkezett az áru, ki kell küldenünk. Azután takarítási utasítások. Voltak hiányosságok ezen a téren is, például a nyári festésnél nem kerültek vissza a falragaszók, ezeket azóta pótoltuk. Nem is tudnék olyat mondani, amivel sajnos utólag nem kellett, hogy tehát egyetértettem az ellenőr megállapításaival. Inkább talán a direktség az egy kicsit... Tehát azzal azért nem értettem egyet, mert az emberi tényező, tehát bármilyen jó az előkészítés, a napi munkálláskor az emberi tényezőt nagyon sokszor nem lehet kiküszöbölni, és élelmezésvezetőként tudom az elmúlt jó pár év távlatából, hogy mind a műszakban lévő 20 ember mögött nem állhatsz ott, és a hibák sajnos így előfordulnak. Mit mondtak a nyersanyagokról, illetve a kész ételekről, mennyire voltak megelégedve? Ez a minősítés, ez a konyhát minősítette, most nem a készételekről volt szó, azt a részt nem is fotózták, még ezt elfelejtettem mondani, hogy itt folyamatosan fotó készült minden egyes nem megfelelőségről. Például, hogyha a mázsa nem jól volt beállítva, vagy esetleg előzőleg, hogy használták, nem azonnal takarították le, arról fotó készült. Egy nagyon fontos momentum volt, hogy személy nem lehetett felismerhetővé, tehát nem szabad, hogy felismerhetővé váljon a fotókon. És még a másik, amit fudni kell, hogy ez bármilyen megállapítás történt következmény nélküli, csak országosan talán 2 esetben volt a 700 vizsgálatból elmarasztalás, ami annyira kirívó volt, hogy ott felfüggesztették a konyhának a működését, és visszatérnek mindenhova. A nyersanyag tárolásunk megfelelt, a nyersanyag kiválasztási módunk megfelelt, azoknak a dokumentálsága úgy szintén, tehát oda-vissza a nyomon követhetőség biztosított volt, hiszen eljutottunk egészen a számítógépes adatrögzítésig. Az ételek minőségével kapcsolatban ez a vizsgálat csak a főzés mechanizmusát vitte végig, nem ment ki tálalókonyhákra, az a következő évnek a programja, viszont a Nébiknek volt előzőleg egy olyan programsorozat, ami tavasszal újra el fog indulni, aminél pont nem az ételkészítésnek a mechanizmusát és folyamatát ellenőrzik, hanem kint a gyerekeknél, a felnőtteknél a tálalás színvonalát, az étel minőségét. Eddig 4 alkalommal volt a menzának az elmúlt 2 év alatt ilyen vizsgálata a Nébik által, és átlagfeletti minősítést, illetve az utolsó, az tavaly első fél évben volt, és az kiváló lett. Fontos tudni, hogy amikor fölviszik az anyagot, hiszen minden csak számítógépbe rögzítenek, én nem is látom az értékelést, csak ami a szóban elhangzik, és utána közlik, hogy 78%-os, ezt ott a csoportnak a vezetője felülbírálhatja, és sajnos a Dózsa konyha esetében 2% pontot rontott az értéken, 76%-ra értékelte a Dózsa konyhát, úgyhogy van mit javítanunk. A helyzetünkön a bölcsödénél 76% lett a pontérték, és meg is hagyták az értékelésnél. A szakemberek mindenféleképp vissza fognak térni Kalocsára, hiszen kötelező rövid időn belül a feltárt hibákat kiküszöbölni és azokat bemutatni.
de természetesen lesz konyhán kívüli vizsgálat is, mikor majd a kiadópultoknál figyelik, hogy miként és mire kerül a kalocsai tanulók ebédje. A Kalocsai Parkgondozók Kft. Ügyvezetője számolt be tévénknek arról, hogy mikor és hova kerülhetnek azok az új urnablokkok, amelyek elhelyezéséről még egy korábbi ülése során döntött a képviselőtestület. Lojb László egyéb a temetőt érintő felújítási tervekről is beszélt. Tévénk még március elején számolt be arról, hogy Kalocsa város képviselőtestülete megszavazta az urnás temetkezési helyek bővítését, amelyre ennél fogva hamarosan sor kerülhet majd. Lojb Lászlót, a Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. Ügyvezetőjét kértük fel arra, hogy beszéljen ennek okairól, illetve arról, hogy erre mikor kerülhet majd sor. Már egy jó éve jelentkező probléma az, hogy lassan elfogynak a családi urnafalaink, és hát ugye az igény pedig jelentősen megnövekedett ez irányba, ezért kellett lépnünk, hogy el tudjunk helyezni új családi urnafalas temetkezési részeket. Ehhez az kellett, miután az itt látható terület, a Kálváriától a temető sírok záróvonaláig érsekséghez tartoznak, ezért érsek úrral folytattunk mi is tárgyalásokat, aztán polgármester úr is, és éppen ma kaptam meg, mert megszületett a megállapodás egyelőre a használatba adási megállapodás rendelkezésünkre áll, és el tudjuk most már kezdeni itt az új családi urnafalas sírhelyeknek a kialakítását. Én bízom benne, hogy itt a tavasz beköszöntével és ugye az építőipari munkák lehetőségének megteremtésével április hónapban már el tudunk oda jutni, hogy lesznek urnafalasaink. Egyelőre egy 12 urna falas blokkban gondolkodunk, és ugye itt a terület elég hosszan elnyúlik, tehát modulonként építjük folyamatosan majd ahhoz, ahogy az igények jelentkeznek. Az igények folyamatosan jelentkeznek, mert ma már ott tartunk, hogy 80-20% az arány, tehát 80 a hamvasztásos temetés, és 20% csak az, ami a hagyományos koporsós földbe temetés. A bővítéssel kapcsolatos egyeztetések során felmerült annak a kérdése is, hogy vajon a legköltséghatékonyabb, ugyanakkor minőségében is a megfelelő megoldást választotta a város az új urnablokkokat illetően. Azért a temetkezés is egy elég költségérzékeny a esetek nagy részében dolog, és nyilván nem akartunk, lehetett volna, tehát vannak itt olyanok is, ahol mit tudom én 18 millióért lehet kapni egy 12-es blokkot. Én nem tudom, hogy Kalocsán ezt meg tudnák-e fizettetni, vagy fizetni a temettetők. Nem gondolnánk, hogy ehhez a szinthez kell eljutnunk. Én úgy gondolom, ráadásul egy egységes képet szeretnénk azért. Ugye itt a meglevő családi urnafalas temetkezési helyek kell egy egységes kialakításra törekszünk, tehát nem gondolnám, hogy itt össze-vissza kellene ebbe úrálnunk, de hangsúlyozottan ugye a költség a legfontosabb szempont ilyenkor, mert hát azért ezt meg is kell váltania annak, aki temettetni akar, és hát nem mindegy, hogy tripla vagy négyszeres áron kapja ugyanazt. Stábunk ebben az évben már nem először járt a városi köztemetőben, hiszen ahogyan Aranykor című magazinunkban is beszámoltunk róla, tévénk a legidősebb fellelhető sírt kereste és találta meg, Romsics Imrével karöltve. Ekkor hívta fel rá figyelmünket a Visky Károly Múzeum igazgatója, hogy szerinte jelenleg jóval rendezettebb a temető, mint néhány évvel ezelőtt. A Parkgondozó Kft. Ügyvezetőjét erről is kérdeztük. Örülök annak, mert a dicsérő szavak mindig jól esnek, egyébként valóban megállítanak időnként az utcán, és kapunk ilyen dicsérő szavakat. A kritika gyakoribb, de ez nem baj, mert azért a kritika úgy gondolom, hogy előrevívő dolog. Igyekszünk rendben tartani a temetőt, ugye most is láthatjuk, a Kálváriánál folyik egy ilyen tavaszi előkészítő munka, tehát a levelek eltakarítása, illetve az első fűnyírás, ilyen még nem volt, hogy március közepe vége felé már nyírjuk a füvet a városban is, itt a temetőben is. Tehát igyekszünk rendben tartani a temetőt, igyekszünk olyan dolgokat, mint például ugye halottak napjára azért itt saját erőből a kollégáim megcsinálták egy kicsit a kápolnának a vakolathullási problémáit.
igyekszünk ezeket, és hát természetesen az önkormányzattal közösen tervezzük, ugye miután van az önkormányzati közmunkaprogramban egy ilyen betonüzem, tehát valahogy a járda útrendszert itt a temetőbe egy kicsit rendbe tenni. Nem tudom, hogy fér majd bele az idei költségvetésébe. Mi természetesen hozzá tudjuk adni a megfelelő segítséget, de hát attól függ, hogy ugye az önkormányzati betonüzem mennyire tud annyi követ vagy járdalapot termelni, amivel megoldható ez a dolog. És hogy ennek fényében valóban sor kerül-e idén az említett felújítási munkálatokra? Tavalyra is tervezve volt, akkor elmaradt anyagi problémák miatt. Ahogy elnézem a város költségvetési helyzetét, nem biztos, hogy beígérhetem az idént. Mi készen állunk rá, hogy a megfelelő mennyiségű emberrel ebbe segítséget nyújtsunk, de ez megint csak pénzkérdés lesz. Maga a színvonalú munkájáért Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozatának kitüntetését vehette át Lakatos Andor, a Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár vezetője. Az ünnepségre a Pesti Vigadóban került sor. A hagyományokhoz híven ismét állami kitüntetéseket adományoztak a nemzeti ünnepünk alkalmából. A Vigadóban Balogh Zoltán, az emberi erőforrások minisztere adta át az elismeréseket. Az érdemkeresztekre a miniszterek tesznek javaslatot és kiemelkedő szakmai munkáért ítélik oda. Most a kitüntetettek között volt egy kalocsai szakember is, a Főegyházmegyei Levéltár vezetője, Lakatos Andor. Nem tudom pontosan, hogy milyen anyagok alapján kerültem bele ebbe a körbe. A meglepetés volt számomra mindenképpen. Tehát a pénteki átadásra hétfőn jött a meghívó, és abban pusztán arról értesítettek, hogy valami fajta elismerést kapok. De igazából az átadás után hazaérve lett világos számomra. Mit lehet tudni, hogy miért kaptad? Lehet egyáltalán tudni, mondták-e? Illetve hogy fogadta a család, hogy fogadták az ismerősök? A hivatalos indoklás az viszonylag rövid, tehát a kulcs fogalom benne a kiemelkedő szakmai munka, példamutató tevékenység. Hogy emögött mi van, az természetesen sokkal inkább érdekes a közösség számára végzett tevékenység munka. Miért hasznos ez a város, az ország számára, hiszen ez egy állami kitüntetés. Ha így tesszük fel a kérdést, akkor világos, hogy az elmúlt 20 éves fejlődése ennek a levéltárnak, tehát az érsekség, a Főegyházmegye levéltára állít a központba, a középpontba, és valójában ennek fejlődésére, vagy az itt végzett munkára lehetünk büszkék. És a család mit szólt, az ismerősünk? Természetesen nagyon örült neki. A családi háttér szerintem minden hasonló hivatásszerűen végzett munka esetében nagyon fontos. A mi esetünkben ez különösen igaz, hiszen nem csak a családi hátteret, hanem szakmai megerősítést, hátteret is kapok a feleségemtől, Adéltól, kivel teljesen ugyanolyan volt a végzettségünk, képzettségünk, az egyetemen együtt végeztük a tanulmányainkat. Tehát ha lehet azt mondani, hogy hazavisszük a munkát, illetve ez egy életforma számunkra valójában, és nagyon fontos az a tükör, az a kiegészítés, azok a közös munkák, amit itt az évtizedek során kaptam. A levéltári szakmában mennyire gyakori ez a kitüntetés? Milyen sok embert ismersz hasonló elismeréssel? Néhány évente előfordul, tehát úgy kell elképzelni, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériumának a szakterületei egészségügy, művészetek, gyűjteményügy, és lehetne sorolni itt a különböző tevékenységeket. Ezek úgy megosztva minden szakterület képviselve, pedagógusok, egyetemek, és mindenhonnan vannak díjazottak természetesen. Most vannak népesebb szakmák, ahonnan kicsit többen vannak, művészvilág jobban reprezentált ezekben a körökben. A gyűjteményi világból egy-két személy fordul elő egy-egy ilyen alkalommal. Mikor fogod használni, felhúzni? Lesznek-e különleges alkalmak az életedben, hogy gondolkozol ezzel? Erről nem gondolkoztam, hogy őszinte legyek. A mindennapokban is együtt kell élnem velem, anélkül, hogy felhúznám, hiszen nem nyugdíjazás előtt kaptam, tehát úgymond egy aktív életszakaszban kaptam még, tehát a hétköznapi tevékenység során kell ebben a további áldozatos munkában részt vennem, hiszen érdemkeresztet kaptam, az önmagában jelkép is beszédes
hogy ezeket az érdemeket hosszú idő óta keresztekkel, a kereszt jelképével jutalmazzák. És számodra személy szerint mit jelent ez? Mennyire magas fokú elismerés, vagy vársz-e még valamilyen nagyobb elismerést is? Hát, hogy őszinte legyek, azt is mondhatnám, hogy elhalmoztak, vagy elkényeztettek bennünket az utóbbi években a hasonló kitüntetésekkel, és szándékosan többes számban mondom, ahogy mondom, egy intézmény fejlődéséről van szó. Mindenképpen több ember áll a háttérben. Személyre szól a kitüntetés, de ez mások nélkül, az itteni gyűjtemény gazdagsága nélkül nyilván nem jöhetett volna létre. Nem nagyon tudom elképzelni, hogy tehát díjak szempontjából semmiképpen nincsenek további céljaink. Ahogy mondom, gazdag volt az elmúlt 5 év, megtelt a vitrinünk. Itt a szobámban van már egy ilyen gyűjtőhelye a hasonló díjaknak, elismeréseknek. Tehát voltunk évkutatóhelye, az egyfajta közösségdíj. Voltunk évlevéltára, ez szigorú értelemben a levéltáros szakmának az a fajta elismerés, hogy az ország levéltárai között valamilyen módon példaadó, mintaszerű, újszerű, követésre méltó, amit itt csinálunk. Kaptunk évlevéltári kiadványadíjat, ami a kiadványi munka színvonalát jutalmazta, és Pauler díjjal is elismertek, már az szorosabb értelemben levéltáros szakmai elismerés. Aztán ehhez lehetne sorolni az önkormányzati Kalocsaváros vagy a megye tudományos munkáért adott kitüntetéseit. Hát ez is egy szempont nyilván a kitüntetők szempontjából. Az ő megítélésük szerint is fontos a tudományos munka. De azt hiszem, hogy a körülöttünk lévő emberek szempontjából fontosabb a kutatószolgálat. Az, hogy egyre több ember számára használható, elérhető a levéltár. Tehát az egész történet mögött szerintem ez egy fontos tényező, valahogy ez indította be a díjak sorát is, az a folyamat, hogy az internet segítségével jóval többen és jóval gyakrabban érnek el bennünket, mint korábban. Ez az, amitől kinyílt ez a világ, amitől az a kincsestár, amit őrzünk itt régi iratok formájában, ez sokakhoz eljut. Természetesen a munka tovább folytatódik a levéltárban. A következő feladat a 2 évszázada született hajnaldérsek életútjáról szóló kiadvány összeállítása lesz. Kedves nézőink, köszönöm, hogy velem tartottak. Magazin műsorunkkal és új témákkal legközelebb 1 hét múlva jelentkezünk. Addig is vigyázzanak magukra, viszontlátásra! A műsor támogatója a Tar Kft.